Hát most lehet, hogy leszedik nagyon sokan a fejemet. De én soha nem szeretem Elvis Presleyt, én nekem valahogy soha nem jött be, olyan, nem is tudom. Nem is tudok olyan nótáját mondani, tehát ami úgy nagyon megfogant volna bennem, vagy azt mondtam volna rá, hogy gyerekek, ez nagyon állat, Elvis Presley a király. Nekem egyáltalán nem volt soha ilyen nótája, amire azt mondtam, hogy hát az nagyon durván király. Ja, volt a Jill House Rock, Jill House Rock. Meg ilyenek persze ismerek egy-két nótát, de nekem nem jött be. Ja, Elvis, meg mit csinált a hangod, de utána hallod? Mi lett belőle? Azért azt sajnálom. Na jó van, akkor ennyi volt innen Amerikából. Most akkor megyek tovább Kanadába. Hallod, voltatok már úgy, hogy lefegy a GPS út közben. Azt nem veszed észre. Jövök, jövök. Látom, meg van adva egy pont neki, 6 km. Oké, jövök. Jobbra telnek, balra erdő, szép házak, jövök tovább. Ránézek, 6 km. Jól megyünk tovább. És egyszer csak előzök. Azt mondta, hogy 79-re megyek. Az hogy egy, ránézek a mutatóra, 103. Azt nézem, a GPS-t lefagyott, hallod. Út közben megállt. És túljöttem már bőven, nem is vettem észre. Ez van, amikor az ember tátott szájjal autózik, azt néz jobbra, balra, jaj de szép, jaj de jó, jó idő van, csiripelnek a madarak, jaj de szép házikó, milyen aranyos a tó, jaj de szépek a tehenek, hopp egy zebra, jaj de szépek a lányok. Azt egyszer csak azt tudja az ember már, hogy hol van, mert hogy nem is az utat figyeli. De már délután van 18:20. Lassan gondolkodni kell azon, hogy hol fogok aludni majd. Amit még nem tudok. Na jó, van, hajrá tovább akkor. Van. Én megálltam. Péntek van, ugye? És én nem vagyok hajlandó tovább menni. Addig jöttem, amíg találtam egy olyan helyet, ahol ismételten el kell bújnom itt Franciaországban, de hát remélem ez most itt jó lesz, nem? Vagy hát... Itt talán biztonságban vagyok. Figyelj, megmutatom, hogy hol vagyok, jó? Kiugrok, mint egy nagyon sportos ember. Jaj, Istenem, alig érzem a seggemni. Van ez a vicc, emlékeztek? Gyerekkoromban volt az, jaj, főnök, nem érzem a lábam. Akkor szagold az enyémet. Na, szóval... Moulinsban vagyok, Moulins. Hát arra látszik, egy templom, még egy templom, tehát egy nagyon szép városról van szó amúgy. És akkor itt van lent mellettem az Allier nevezetű folyócska, ami a Loire-nak a mellék folyója, földrajzóra következik, és annyit kell csak tudni róla, hogy 420 km hosszú ez az Allier nevezetű folyócska. Nagyon pazar kis hidon vezet át az út, ott jöttem át különben. Szóval ott van, ez egy bevásárlóközpontszerűség, ahol vagyok, vagy annak a mellék utcácskája, ugye ott van a parkoló rész, a nagy parkoló, benzinkút, mindegy, itt van a híd, ezen jöttem, és akkor itt van maga a folyócska, ott van lent, nézd, van strandja, hát mindjárt beszarok. Homokos strand van, hopp, elrepült a madárka, megijedt tőlem, elég félénk a kiskócsak, de elment. Ja, ott vannak a strandolók, látod, a másik oldalon. És hogyha erre lemegyünk, akkor le tudunk menni erre. Ilyen vicces vagyok mi. Ja, na gyerekek, szóval én itt fogok aludni valahol, akkor ugye a Loire. Remélem nincsen sok szúnyog, vagy nem lesz, mert akkor hülyét kapok. De tök jó ez a kis sétány, hogy itt lehet napozgatni. Látod, ilyen kis, mi ez, folyami beach. Ja, folyó beach. Ja, ott is vannak, látod, az emberkék ott strandolgatnak, vagy kutyát sétálgatnak. Holnap szombat van, lehet, hogy az lesz, hogy mire itt fölkelek, tele lesz a plázs, emberekkel itt fogok napozni, duhajkodnak, de lehet, hogy mestő is lesz itt valami. Hát remélem nem. Na, vacsoráznom kéne, gyerekek, aztán. Ja, kipihenem a mai nap fáradalmat, ha ugye fáradtam, hogy az csak csudi.
Itt ide. Elfáradtam. Ez a napkülönben, hát azt tudni kell rólam, hogyha nem tudjátok, vagy még nem mondtam volna, bár már beszéltem róla. Én nagyon ritkán használom a klímát, és ez 31 fok volt ma is, és ma sem használtam, mert én valahogy nem bírom a klímát. Akkor szoktam használni, amikor a végső megoldásként, hogy mikor nagyon-nagyon meleg van, és én dugóba kerülök, akkor szoktam. Ja, ennek van lába, várjál, hát itt fogom, aztán le tudom rakni ide. Ja, itt vagyok. Hello. Csak annyit akartam mondani, hogy szevasz. Ja, majd holnap kipihenem magamat. Alszom, aludnom kell egy jót. Fecskék reddesnek, az már jó jel. Megeszik a szúnyogokat. Lesz valami vacsora nekem, nem? Ma ettem banántot, kettőt. És ennyi volt ma. Ennyi volt ma a kajám, az jó. Nem túl sok, mi? Mondtam a babámnak, hogy én most iszok rá, eszek két banánt, meg még eszek rá, vagy iszok rá egy joghurtot. Kinevetett. Pedig van olyan, hogy banános joghurt, nem? Hogy nincs? Nem tudom. Na, hát most lehet, hogy megfélem egy pacallal ezt az egész napot. Én azt nagyon szeretem, a pacalt, sajnos. Van sütim is, azt is meg kell enni. Sütit eszek, mert az megromlik. Sütit fogok enni. Pedig nem kívánom most az édeset, de meg kell ennem, mert ezt nem szabad hagynom, hogy tönkre menjem. Na jó, van. Szavaztok. Majd jövök holnap. Együtt kellünk, oké? Okay? Itt Mulinsban. Mulins. Na így mondja, akkor Mulinszt, figyeld. Mula. Hát mula. Hát akkor itt vagyok mulában a helyetet. Na jó reggelt, szevasztok. Hát vasárnap helyett szombat van. Figyelj, ha kinézel ide, most megmutatom gyorsan, akkor látsz mellettem egy olyan fát, meg parkolót. Most nem tudom, mennyire látszik. Majd mutatom arra. Ja, hát megfordítom a kamerát. De hülye vagy, Szili? Szóval nézhetsz erre is. Autók vannak így, úgy. Bevásárlóközpont, itt parkolok valahol. És hogy miért nem látod a folyót? Mert ugye este ott búcsúztam el tőletek. Hát az a nagy büdös helyzet, hogy az történt, hogy ugye este, közben visszahúzódom ide, itt ne süssön a nap nagyon rám, este olyan 10 óra körül belakva, már filmet nézve, egyszer csak beparkolt mögém egy autó, és hát mi volt az? Egy rendőrautó. Nem szólt hozzám, meg semmit nem csinált velem, tehát és nem volt semmiféle akció közöttünk, de egy 10 perc múlva ő elment, és úgy döntöttem, hogy akkor én is elmegyek. Tehát én nem várom azt meg, amíg ő egy óra múlva visszajön, és vagy két óra múlva is felkelt engem, és akkor megbüntet. Úgyhogy úgy láttam jónak, hogy továbbállok, és eljöttem egy ilyen 200 kilométert, konferensben vagyok. Itt van egy ilyen bevásárlóközpontszerűség, annak a parkolójában álltam meg. Úgyhogy most gyorsan túrok egy pólót magamnak, veszek tejet magamnak, mert kell csinálnom egy kávét, mert az még nem volt. És ugye mutattam, vagy mondtam, hogy megmutattam, hogy mit viszek, jó? Úgyhogy most akkor eljött a pillanat, jön a produkció. Tarará. Ez a teteje akkor a szerkezetnek. Fölülről haladunk lefele. Hát ez egy ilyen három, nem van ide írva. Hát ez egy ilyen folyadéktartály, a likviszel, gondolom. És akkor ilyenek vannak rajta, ilyen kis csövecskék, ki lehet nyitni, be lehet csukni, van kék, meg piros, gondolom, akkor hideg, meg meleg. Szerintem van ilyen kis kijelző rajta, itt is. Ilyen szerkezetek vannak, mindenféle csücsübücsű, csecsebecse dolgok. Hát valahogy így néz ki, én most ezt én nagyban nem tudom nektek megmutatni, hogy ez van egy ilyen nagy panel kijelzője is, érintő képernyős. Ja, rá van ér, vagy Touch Siemens. Úgyhogy nem tudom, gyerekek, hogy ez mire fogják használni. Nézd, van egy ilyen kulcsocska hozzá. Jó, mi? Na, figyelj, annyi van különben, hogy ráragasztott a lány egy ilyen címet, ami nem is oda viszem, úgyhogy nem tudom, miért ragasztotta rá, közben leegyeztettük, hogy akkor nem ide kell vinnem. Az történt különben, figyelj, a tetején van egy ilyen, nézd, ez egy lámpa volt,
lámpa, és ennek még volt a tetején egy másik, egy ekkora körülbelül, így. De ezt az ember letekerte, amikor rakta föl a targonca, mert nem fért itt föl, vagy be az ajtón. Letekerte, úgy befért, betoltuk, lekötöttem, de van négy spaniferrel kötve. Hallod, nem rakta vissza ezt a műtyört ide a tetejére. Úgyhogy most nem tudom, hogy az hol van. A kezembe nem adta, itt nem látom, hogy ide rakta volna, vagy hogy valahol lerakta volna. Elfelejtette szerintem az ember, vagy a kezében maradt, és most hát nincsen ilyen lámpa rajta. Az most én nem tudom, ez az én hibám, hogy mi van ilyenkor. Na mindegy, gyerekek, már megnéztem ötször is, mert van egy, még egy ilyen kezelési útmutató hozzá, amit adott az emberke. Az ott van lent, oda bedobva. Úgyhogy, ja, na mindegy, hát nem tudom, hol a kupak. Talán nem lesz belőle probléma, de hát nem én hagytam el, hát nem került fel az autóra. Na jó van, gyerekek, megyek tovább, szombat van. Pólót veszek tényleg, aztán akkor húzás. Mert azért menni kell most már. Éjtete. Na, hát akkor öltözködésből ennyi. Egy ilyen szép kis vajszínű pólót sikerült magamra rántanom. Itt vagytok? Meg gyorsan még egy tejet akkor. Azt akkor ennyi volt. Na, ha tej megvan, akkor minden van. Ugye, gyerekek? Mert akkor jöhet a kávé. Aztán mehetünk orvérzésig. Még egy olyan, hát ilyen 2-300 kilométer biztos van a benzinkutóval meg fogok állni. De hát se baj, nem? Se baj. Jövünk! Akkor húzunk innen a toszba, meg kell fordulni. És ugye mondtam, hogy nem fogok most mutogatni ilyen nagy utazásos képeket, hanem hát tartom magam. Szerintem, hogyha valahol látok valamit, megállok aztán majd, akkor mondom, vagy mutatom, jó? Igazából most nem nagyon vágom én ezt a dolgot, hogy... Na, megyünk erre, mert ez a bácsi variált itt. Hát nem tudom, jól felmegyek innen ki a... Következő lehetőségnél van rá. Parkolóból itt van mellettem a... Ja, hát ez egy hülyeség, itt nem lehet emelni, meg kell fordulnom ezt a hülyeséget, nem lehet megkerülni az épületet. Az itt Franciaországban is vannak ám olyan arcok, hogy csak pistog az ember. Na, tankolás megoldva. Rohadt meleg van. Pú, kész vagyok. Kikelnek a tojások. Na jó van, egy kis irka-firka. Aztán megyek tovább. El kell nyitanom gyorsan egy videó feltöltést, hogy közben azért menjen föl az is. Na jó van. Uli. Uli. Ez jó kis szó, mi? Uli. Hallott, 30 kilométerre vagyok Bordeaux előtt. És megállt a sor, és hát a Google Map szerint elég szépen összejöttünk itt a N10-esen, tök jó, nagyon örülök neki, figyelj, mondom, 30 fok van, tök ígérő napsütés, és a jó hír az egészben az az, hogy figyelj, egy kicsit megyünk. A jó hír a kicsiben az, kicsiben? A jó hírben az egész az, hogy mikor megérkeztem a benzinkútra, elindítottam a laptopot, hogy töltse fel filmeket, és úgy voltam vele, hogy
beindítom egy kicsit a klímát, hogy fújja egy kis hűvös levegőt, mert buzi meleg volt. Ott egy helybe átigázni. És képzeld el, hogy nem jó a klímám. Hát valamilyen ilyen fémes hangja van. Most nem fogom bekapcsolni, most félek tőle. Tehát ilyen fém, mintha ilyen fémes hangja van, ahogy tekeredik valami, úgyhogy most nagyon el vagyok kenődve, nagyon ritkán szoktam használni a klímát, de most akartam, hogy olyan jó esne, és nem. Fú, de kész vagyok. Na, hát akkor ez van, igen. Franciaország Bordeaux elől az a helyzet jelentés. Hát ez, nem így gondoltam, hogy megállok valahol, és akkor megmutatom, hogy hol vagyok, de most ez dobta a gép. Szia! Itt vettem pudingot, ennem kellett, mert ma még ugyan semmit nem ettem, és hát majdnem el is aszalódtam, de figyelj! Tehát most az a baj, hogy onnan süt a nap, de itt meg kellett állnom, mert itt van lent az óceán, Bidartban vagyok, Bidart, és az van, figyelj, leülök ide a padon, van itt egy padokka, az van, ott állok az autóval, látod fönt? Itt meg lehet állni, van egy ilyen kis sziget, itt meg lehet állni, két autó elfér. Azt akartam mondani, hogy egyszer ugyanígy megálltam a babámmal, és akkor mondtam neki, hogy nézzen le jobbra, de lehet, hogy ezt már elmeséltem. És kinéz jobbra az ablakon, ugyanígy megálltunk az autónál, néz ki jobbra, és ez a látvány fogadta. És hallod, visszanéz rám, hogy kérdően, hogy mit kell nézni itt ezen a nagy lukon, vagy ezen a nagy, mi ez? Völgyön, vagy mi a tökönt, ott van itt egy ilyen nagy luk a hegyek között, hogy mit kell ezen nézni, most ebben mi a szépség? Ha, nem vett észre az óceánt. Nagyon durva, mi? Pedig ott van lent a maga valóságával, Atlanti óceán. Na, hát gyorsan ennyi volt akkor a kis röpke történet. Megyek tovább, mindjárt jön Spanyolország, jó? Megyünk oda akkor. Itt, ha erre jársz, állj meg, lőj egy képet ezzel a kereszttel, itt van mellettem, érted? Ez kell. Erre jártál, ezt meg kell örökíteni, az emlék, mindig azt mondom, hogy az emlék az mindig emlék, az ha lősz 10 képet, 20 képet, régen nagyon sokan haragudtak rám, mert mindent fotóztam, és mindenkit lefotóztam, és utána meg egyfolytában jöttek egy-két év múlva a köszönömök, hogy tök jó, hogy mégis lefotóztam, mert legalább van egy emlék róla, és hát ez pótolhatatlan. Na hát akkor ennyi a fotózásról, így futás tovább, jó? Jó reggelt kívánok, pajtások! Hát hegyek között, völgyek között. Figyelj! Hát ilyen környezetben vagyok, ez nem más, mint Pánszorbó Spanyolországban. Vasárnap reggel van, még egyszer jó reggelt mindenkinek. Ott szoktunk elmenni a sziklák között autóval, és csodálatos látvány állandóan ez a kis falvacska.
ott parkolok, látod? És a sziklák meg itt vannak fölöttem, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó lenne, hogyha ez itt valamelyik szikla itt leszapadna éppen most, mert akkor szerintem az autónak ott annyi. Milyen jól meg vannak csinálva a bejáratok, figyeld, de ezeket nem lakják szerintem. A régi bejáratok itt vannak, itt tudtak hazamenni az emberek. Jól néz ki, még egy ilyen kis vájúba mentek be. A mesterember az itt lakik a templom tövében, mindenhol azt látni, hogy ilyen fémből készült szobrok, mint például amit itt látsz. Hát ott ül egy ember, aztán olvas. Látszik ezen a kis kerítésen is, látod, hogy csinált egy ilyen tök egyszerű, mármint hát nekem egyszerű, ilyen kis emberkét láncból, Sancho Panza meg a többiek szerintem. Ilyenekből itt kreál az ember ilyeneket. Na most azt kéne tudnom, hogy merre kéne elmennem, mert hogy fingom nincsen. Mennyire fel tudja dobni egy ilyen kis falvacskának a hangulatát, hogyha lakik egy ilyen mesterember itt, és csinál ilyen dolgokat, tök jó, tehát ilyen nevezetesség lesz belőle. Oda kéne fölmennem, vagy oda szerettem volna, látod, fölmenni. Ott van egy ilyen átjárószerűség. Ott vannak fönt a korlátok, meg ilyen, hát különböző szikla hasadékokon lehet átmenni. Viszont itt, ahol most följöttem, innen azt nem lehet megközelíteni, vagy nem tudom, hogy hol kell. Itt lenne egy ösvény, de viszont benőtte a fű. Tök jó látvány, különböző, hogy a keselyük fönt variálnak a sziklák fölött, de az olyan messze, hogy nem látszik kamerával. És a másik meg, hogy az agyam eldobja az égszíjat ettől a sok bogártól. Tehát hihetetlen, nézd meg, a pólóm is itt hemzsegnek rajta, látszik. Nézd, még itt mászik a kezemen is. Fejemen rohangálnak, repdesnek körülöttem, hihetetlen idegesítő apró szarok. Annyira meg tudja rontani az élményt, hogy ez hihetetlen. És az egyik szemem sír, a másik meg mosolyog, hogy azért egyrészt, hogy el tudtam ide jutni, vagy megálltam, másrészt, hogy nem sikerült fölmennem oda. Úgyhogy egyrészt jaj, de jó, másrészt meg rohadjon meg. Mindig van valami szenvedésem, mi? Pedig mennyire pazar és jól néz ki. Még elmegyek egy kicsit jobbra itt a falvacskába.
Ugye tök jó ki van rakva a tábla, Castillo Marta, Castillo Sant Marta. Balra is, meg jobbra is. Hát akkor merre? Nem tudom, jól felmegyek. És lehet, hogy most meg el is tévedek, hallod. Rápróbálkoztam erre a másik. Eltévedtem. Most ezt nem hiszem el, hallod. Nem találok vissza. Ezt a hülyeséget, de komolyan. Ott a templom, arra kell mennem. De hogy most, ahogy merre kell visszamenni, az fogalmam nincsen, gyerekek. Most sietnék vissza, hogy ne menjen el az idő, most még nem találok vissza, hallod? Hát van ilyen. Most ha innen jöttem, aha, akkor itt kell mennem. Egy utcát tévedtem. Ez meg csilingel egyfolytában. Na, ennyi volt, gyerekek, megyünk tovább. Na, skacok, akkor ennyi volt, van még 753 km, elhagyom Pansorbót, mert hogy, hát nem úgy sikerült, na, ez a kirándulás, ahogy én ezt szerettem volna, vagy ahogy terveztem, és ez most egy kicsit így nem esett jól, de hát mindegy, mint az előbb is mondtam, egyik szemem sír a másik nevet. Hihetetlen látvány, különben a szikla és fölötte a keselyüknek a körözése, tök jó, nem mindennapi élmény. Ezek a bogarak halott kikészítettek teljesen. Otthon is vannak ilyenek, tehát nem mondom, hogy különlegesség itt ez most, hogy jaj, de valami különlegeset találtam, és ez idegesített fel, otthon is van nyáron. Ráadásul pont narancssárga pólót is vettem fel, amit szerintem sokkal jobban szeretnek, mint más szint. És ezért előszeretettel látogattak meg. Idegesített, hogy tele volt a nyakam állandóan ezekkel a kis szírszal bogarakkal. Na, az előbb ide álltam meg, de hát ugye itt vannak fönt a sziklák, kint is van a tábla, hogy megállni tilos az omlás veszély miatt. Nyilván meg nem büntetnek azért, ha odaállsz, csak ha rád esik a szikla, akkor hát vállad a felelősséget, gondolom, hogy valahogy ez lehet benne. És meg van egy ilyen piknikező hely, közben azt néztem, hogy ott volt egy táska, most azt ott felejtették, vagy itt piknikeznek. Na mindegy, akkor gyerekek, húzunk tovább, köszönöm szépen. Közben jöttek itt, szerintem évente kettő autó jön meg, akik itt laknak, ezt pont kifogtam. Na, akkor kiértem ide a főútra, nagyon aranyos a város, ajánlom mindenkinek, Pansorbo, aki erre jön. Aki erre jön, jár, az jöjjön ide Pansorbóba, szálljon rá pár percet, nem jön senki. Na, szóval ezen az úton szoktunk jönni, ugye? És én előtt tértem, lementem be a falvacskába. És pazar. Hát biztos, hogy ha lesz még egyszer úgy időm, hogy hétvégén alagút, akkor biztos, hogy megejtem azt a fajta sétát, hogy fölmegyek a hegytetőre, de itt van jobbra fönt, ugye, amit mutattam, oda akartam menni, és én ott a hegy aljába variáltam. Tehát túl messzire nem jutottam el.
egyszer meg fogom ejteni, az biztos. Egyik kedvenc kis falvacskám ez itt Banszorgó. Szerintem aki erre eljön, az mindenki azt mondja, hogy ez egy csodálatos, vagy nagyon, nagyon aranyos. Ja, jó nagy hegyet kell mászni, ám az biztos. 70-nel, meg 50-nel lehet menni. Itt van egy trafipax, felhívom mindenkinek a figyelmét, aki erre jár. Ami híd van ott előttünk, azon van rajta egy trafipax. Ugye azt már szerintem mondtam, nem is Spanyolországban, hogyha ki van írva, például most is itt előttünk, ki van írva, hogy kontrollád a porradar, tehát hogy radarra való ellenőrzés van, és az nem azt jelenti, hogy majd lesz trafipax, hanem azt jelenti, hogy elmész a tábla alatt, hátulról fotóz le, hogyha gyorsan mész. És belenézek a tükörbe, és igen, ott van a kamera, hát nagyon ügyes vagyok, tehát úgy eltaláltam, mint a Lotto 5-öst. Na, tehát erre figyeljetek, jó? Hogy Spanyolországban kérni van ez, akkor bevárjátok a trafipaxot, mert már átmentetek alatta. Jó van, na gyerünk, akkor húzzunk. 150 km a vasárnapi etapon. Kíváncsi leszek, hova keveredek Portugáliában, mert van mezőgazdasági telephelyre megyek, föl a hegyekbe valahova, szerintem ilyen földúton, vagy nem tudom mi lesz. Hát, mi vár még rá, mi? Na, gyerünk, utazzunk akkor. Itt a székecske. Jó néz ki, mi? Milyen aranyos, de jó fej, figyeld. Jaj, portugál szőlő gyerekek. Tűha, gyerekek, azért ez elég pazar, nem? Figyeld. Jó néz ki a város, mi? Holnap beszámolok, hogy mi történt az elmúlt három napban, vagy kettő napban, mert például ma semmit, tehát egy kockát nem vettem fel, egyszerűen nem voltam rá képes.